Tornádok söpörtek végig az Egyesült Államok három déli államán. Legkevesebb hatan életüket vesztették. Louisianából, Texasból és Mississippiből is jelentettek tornádókat, amelyeket több helyen áradás követett. A tornádok épületeket romboltak le. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a koronavírus járvány miatt a legtöbb menedékként kijelölt biztonságos épület zárva van. Ezek jellemzően iskolák vagy más közösségi épületek. Alabama kormányzója feloldotta a járvány miatti korlátozások egy részét, hogy az emberek biztonságos helyre mehessenek a viharok elől, de a távolságtartás fontosságára itt is ügyelniük kell. Az Amerikai Meteorológiai Intézet újabb tornádókra, valamint viharokra és jégesőre figyelmeztette a déli államokat, köztük Alabamát és Georgiát.